Különleges foglalkozást tartottak Tolnán az idősek otthonában. Kákai Emese, a ringató foglalkozás vezetője ezúttal nem csak a kicsiket és szüleiket, hanem az itt élő időseket is várta. Nagyon jó volt, öröm volt látni, hogy ők is mosolyogtak, énekeltek. Nem is gondoltam volna, hogy az ismeretlen dalt, amit úgymond nem népdalként hoztam be, azt is énekelték. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól fogadták, és itt a végén, amikor a gyerekek is nyitottak feléjük, az volt a legjobb pontja a foglalkozásnak. Magam is gyakorló anyuka vagyok, úgyhogy amikor a nagylányom született, utána vele kezdtem el programokat keresni, hogy holva tudnám elvinni, ahol énekelhetünk, zenélhetünk, és Árki Zsuzsihoz jártunk Paksra a ringató foglalkozására. Zsuzsit ismertem igazából az iskolából már régebb óta, de ezt a foglalkozást még nem ismertem, nem tapasztaltattam meg, és nagyon jól éreztem magunkat a kislányomnak is, nagyon bejött ez az, hogy több gyerekkel volt körbevéve, én is énekeltem neki, otthon is szoktam, de Zsuzsi segített abban, hogy kibővítsem ezt a tárházat, amit én ismertem. És igazából ez a én célom is, hogy az anyukáknak segítsek, és hogy nekik nyújtsak segítséget abban, hogy mit tudnak otthon énekelni, értékes időt hogyan tudnak eltölteni. És végül kinőtte a nagylányom ezt a foglalkozást, és szabadidő révén gondoltam, hogy akkor én is megpróbálom, és az tanfolyamot tavaly nyáron végeztem el Gróly Ilona vezetésével, ez egy egyhetes képzés volt, és ennek kapcsán tudtam én is itt helyben, mert Tolnán itt nem volt ringató foglalkozás elindítani, és látom, hogy szerencsére van rá igény, és egyre jobban kialakul egy kis kör, akikkel összejárunk, énekelünk, és már szinte barátokként üdvözöljük egymást, és látom, hogy az anyukák is egyre bátrabban énekelnek. Ez egy nagyon szerencsés összeállás, együttállás volt igazából, mert bennem volt a pedagógiai igény is, ugye dolgoztam uzampedagógusként, és a gyerekeket mindig is szerettem így úgymond irányítani, tanítgatni, de inkább úgymond velük lenni és köztük lenni. A másrészt ott volt bennem, hogy néptáncoltam, népzenéltem, citerázok gyerekkorom óta, jó volt újra elővenni a hangszert. Mert mióta a gyerekeim vannak, nagyon kevés idő jutott a zenélésre. És ez egy jó löket volt, hogy elővegyem, gyakoroljak, készüljek, átnézzem az anyagokat, és a ringató módszertan pedig egy plusz, igazából egy ilyen löket volt hozzá, hogy itt minden összeállt. Az anyalétem, a pedagógus létem és a néprajzos lényem. Kerekeset, böködőset, simítóset, csattanósat! Próbálok valami főszerkesztő elemet belevinni a foglalkozásokba. Van, hogy állatos dalokat hozok, van, hogy növények a téma, van, hogy alkalomhoz kötődően most szüret, aztán majd következik Mártonnap, akkor libás dolgok lesznek, és akkor egy ilyen kis szára próbálom felfűzni ezeket a játékokat, dalokat. De persze mindig van kitekintés, a hangulattól függően tudok improvizálni, hogy most éppen, ha egy kis baleset történik, akkor is gyógyítós áspiskerekes bevetek, hogyha valami megijedés van, akkor valami nyugtatós, ilyen altatós dalt. Improvizálok is, és készülök is, a kettőből áll össze egy ilyen foglalkozás. Arra azért figyelek, hogy tényleg, hogy ne essenek a nagyon oda, tehát a anyukák is azért már tudják, hogy egy kis határt hagyjanak, de itt a Bogit is próbált anyukáját terelgetni, de ez nincs is probléma, nem is elvárás, hogy végigüljék ezt a fél órát. Fedezzék fel, a fülük ott van, hallják, beépül nekik, ez a lényeg, én meg majd túljutok rajta. Hogyha meg is bakizok, előfordul, én is megakadok, akkor valahogy poénnal elütjük, vagy beépítem ezt a foglalkozás menetébe. Annyiból tudom követni, hogy itt mondjuk az anyuka mennyire ismeri a dalokat, hogy amit viszek mondjuk új dal, egy ismeretlenebb népdal, mondjuk Éva szívem éve, amit az elmúlt hetekben tanultunk. Van, akit kérdeztem és így nézett, hogy nem, abszolút nem ismerte. Valaki mondjuk már zeneiskolába járt, vagy a zenei tagozatra, és az iskolából hallotta, megmaradt neki. Ez teljesen változó. Igazából én pont azért vagyok itt, hogy ezeket egy kicsit így beépítsem, mert ugye a gyereknek így fejlődik a zenei értéke, a ítélőképesség is, hogy mit hall otthon. És hogyha ezeket hallja, akkor bízom benne, hogy ez az érték ezt tovább fog adódni. A ringató foglalkozások módszertanának megálmodója Gróh Ilona. A foglalkozások célja nem a gyerekek megtanítása, hanem a zene, az éneklés iránti kedv és érdeklődés felkeltése. A ringatósok pedig remek közösséget alkotnak. Igen.
Ez abszolút olyan, mint egy család. Ezt dolgoznak a kolléganők, onnan ismeritek példákat, hogy ilyen alkalmakra ne egyedül álljak ki, hanem mindenkinek jobb, hogyha együtt vagyunk, nagyobb élmény, gyerekeknek is több hangszerrel ismerkednek, dolgozunk össze. Nem ellenfelek vagyunk, hanem inkább egy család részei. Nyaranta vannak, továbbképzések vannak, igazából ilyen kis nyaralások is, tehát igazából nem csak arra fejtetjük a hangsúlyt, hogy akkor csak a szakmai rész, a képzés, hanem tényleg segítjük egymást, és mindenben ott vagyunk, és támogatjuk, és támogatnak minket Grójlona és családja. Grójlona igazából egy anyukánk lenne. Tehát egy igazi tyúkanyó típus, és ő az, aki mindig mondja, hogy ha figyel, ott van, játszik, az is jó. Ha elmegy, szaladgál, az is jó. Itt nincs olyan, hogy rossz, gyerek, itt nem lehet rossz időt tölteni, mert a gyerek ott van a közegben, és ha tudat alatt is, de beleépül. Ami Grójlonával van egy személyes kapcsolódásunk is, nekem a nagypapám itt a megyében volt tanfelügyelő, énekzenetanár és történelemtanár, és tőle vette át Ilona a tanfelügyelőséget itt annak idején. Úgyhogy amikor én felvételiztem, nem akartam előre elájrulni, hogy én a Sebestyén Ista bácsinak az unokája vagyok, de miután elmondtam, hogy Dunaszentgyőről származom, és látta, hogy vörös hajam van, így rögtön mondta, hogy bekattant neki, hogy nem esetleg rokon, és a végén kibögtem, hogy igen, ismerem a Sebestyén Pista bácsit, a nagypapám volt. Na hát ott úgymond ledobta a láncot Ilona, és teljesen meghatódva örült, hogy én itt jelentkeztem, és hogy ezt fogom csinálni, és itt vagyok, és viszem tovább. Úgyhogy egy kicsit ez terhet is rakott rám, hogy megfeleljek egy ilyen háttérrel itt az ön elvárásoknak, és magamnak is leginkább, de ez most már kezd elmúlni, és érzem, hogy jó helyen vagyok. Babám a hintát, kapjuk el a pacsirtát.